A Zirci Ciszterci apátság fenntartásában működő Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnázium felújítási munkálatai 2016 végén kezdődtek. A beruházás célja a minőségi oktatáshoz szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása és a racionálisabb energiagazdálkodás elősegítése volt. Az iskola Csiky Sándor utcai épületében szigetelték a tetőt és a falakat, lecserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a világítási és a fűtésrendszert, új szellőzőrendszert alakítottak ki, napelemeket telepítettek. A diákokat szeptembertől modern, jól felszerelt konyha, kibővült étkező, új természettudományos labor várja. A régi épületszárnynak is jó pár része megújult, és ebben foglal helyet az a természettudományos labor, amely integráltan lehetővé teszi, hogy integráltan oktassuk a természettudományos tárgyakat. Egy sokkal élménydúsabb, élvezhetőbb bemutatást tesz lehetővé a modern eszközök által. Az összes szaktantermet és az osztályok döntő többségét, valamint az összes udvart akadálymentesítették. A lift mellett akadálymentes WC-t, mosdót alakítottak ki. A kollégiumi udvar is új arculatot kapott. A közösségi élet fellendítésére padokat helyeztek ki, növényeket, fákat ültettek. Ami érdekesség, a burkolat úgy van lerakva, hogy van benne középen 8 nagy kocka, és az a 8 nagy kocka, ez pontosan egy kosárlabda pálya méretű. Karóczkai Júlia igazgató megköszönte mindazoknak a segítségét, akik munkájukkal, anyagi támogatásukkal hozzájárultak a gimnázium felújításához, majd bejárásra invitálta a megjelent vendégeket.